Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Nagy András, az Erste befektetési ZRT részvényelemzője a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Derék hallottak, mi újság van veled? Család, minden jó? Rendben? Hétfőn hallottatok utoljára. De nem én, nem én! De nem, te nem! Ő még nem volt itt. Rég. Te még nem voltál itt akkor. Na, hát milyen híreid vannak? ThyssenKrupp. Hoztam egy ThyssenKrupp, illetve egy Raiffeisen hírt is nektek, hiszen mindkettő társaságnak második negyedéves eredménye volt most. Na, nézzük a Tiszent először. Nézzük a Tiszent, jó. Előjáróban nagyon jó eredményt ért el a társaság, hiszen 519 millió eurós operatív eredményt sikerült elérnie. Ez egyébként 30%-kal jobb, mint a tavalyi éves eredmény, és az elemzőket is sikerült meglepni ezzel a társaságnak, hiszen ők körülbelül egy ilyen 17-18 millió euróval kevesebb eredményt vártak. Úgyhogy mi okozta ezt a közel 30%-os eredmény növekedést? Hát a legfőbb tényező az az acéláraknak az emelkedése, ugyanis Kínában 4 éves csúcsra emelkedtek az acélárak. 2 tényezőre vezethető ez vissza. Egyrészt arra, hogy nagyon megugrott Kínában a kereslet, illetve globálisan is megugrott a kereslet az acélipari termékek iránt, ugye a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan. Másrészt pedig Kínában elkezdték egy nagyon nagyszabású reformprogram keretében csökkenteni az acéltermelést. Ugye az acéltermelés Kínában, mivel egy nagyon munkaigényes iparágról beszélünk, ezért viszonylag nagy állami támogatást élvezett, és ezeket a támogatásokat elkezdték visszaépíteni, ennek hatására csökkentek a túlkapacitások, és ugye ez azt eredményezte, hogy a növekvő kereslet mellett felhajtotta az árakat. Ugye ebben nem csak a kínai vállalatok tudtak profitálni, hanem globálisan az összes többi acéllal foglalkozó vállalat. Igen, és Trump elnök is megnyugodhat talán, ugye? Aki? És így van, és Trump elnök is megnyugodhat, hogy nem fogja az olcsó kínai dömping elárasztani az Egyesült Államokat. Valójában ettől függetlenül Trumpnál is folyamatosan előtérbe kerül, hogy az acélnál kimondottan az amerikai termékeket szeretné valamilyen vámokkal például támogatni. Ez egyébként jó is lenne a ThyssenKruppnak, hiszen a ThyssenKruppnak van amerikai termelő egysége, ugye a Steel America, és hogyha kapnak egyfajta ilyen piacvédelmet vámokon keresztül, akkor az neki kimondottan jó, hiszen az ottani vállalatuk még nyereségesebben tudna majd működni. És egyébként még itt az acél áraknak az emelkedése azt is eredményezte, hogy Kína sokkal kevesebbet exportált, hiszen hogyha otthon is el tudják jó áron adni a termékeket, akkor minek hajózzák át a félvilágot velük. Ugye ebből is profitált a ThyssenKrupp, illetve az ArcelorMittal is, hogy a belső saját hazai piacaikon kisebb versennyel szembesültek. Ennek egyenes következménye volt egyébként az, hogy ThyssenKruppon belül legjobban az európai üzletek tudott növekedni. Ugye alacsony bázisúról bekövetkező növekedésről beszélünk azért, és ez a Steel Europe volt, ami nagyon tudott növekedni, illetve kimondottan a liftek, felvonók és egyéb hasonló szerkezeteket gyártó üzletek tudott még növekedni. Ők pedig ugye az építőipari boomot lovagolták meg. Ugye Magyarországon ez eléggé szembetűnő jelenség, ugye minden nap szembesülünk ezzel, hogy mennyire pörög az építőipar, de itt azt el lehet mondani, hogy egész Európában szépen helyre rázódott ez a szektor, és ugye folyamatos megrendeléseket jelent a ilyen eszközöket gyártó vállalatoknak. De hogy azért ne csak pozitívumokról beszéljünk ThyssenKrupp kapcsán, negatívum az az, hogy hiába szép az eredmény, hogyha tovább nőtt a társaságnak az adóssága, hiszen cashflow szempontból negatív eredményt értek el. Ugye például, mert hogy nagyok megugrottak a beruházásaik, semmi azért a befektetők egy picit aggódhatnak, hiszen már 6,3 milliárd euró a társaságnak a nettó eladósodottsága. Ez egy meglehetősen feszített pénzügyi pozíciót jelent. Emiatt azért nem feltétlenül lesznek ma majd boldogok a ThyssenKrupp részvényesek. Egyébként, hogyha megnézzük az árfolyamot, akkor augusztus elején szépen letesztelt egy 24,5-24,6 eurós támaszszintet, és innen tudott fordulni az árfolyam.
jelenleg 25,5 eurónál az árfolyam, ugye ez lényegében itt a 20, illetve a 30 napos mozgó átlag alatt helyezkedik el. És ahogy nézem, egy 5 éves, 5-6 éves ilyen sávozásnak a tetején, itt 12 és 26 euró között zajlik a kereskedés, és itt van a felső szinten, úgyhogy izgalmassá válhat itt a folytatás. Igen, abszolút izgalmas. Pont ezt akartam mondani, hogy majd ez a 26-27 euró környékén lesznek ellenállások, ott lesz igazából érdemes figyelni, hogy hogyan tud viselkedni. Egyébként szerintem összességében a technikai kép az pozitív. Mind az iparággal, mind a vállalattal kapcsolatban pozitívek a hírfolyamok. Szerintem, hogyha itt a részvénypiacon ez a mostani Észak-Korea miatti feszültség enyhülne, akkor majd érdemes lesz figyelni ThyssenKruppnál az esetleges beszállási lehetőségeket. Figyelni fogjuk. Mi újság a Raiffeisennél? Raiffeisennél is eredmény volt, ugye második negyedéves eredményt publikáltak. Olyan szempontból erre azért kevésbé figyeltek most már a befektetők, hogy már volt a Raiffeisennek előzetes eredménye, ráadásul egy kimondottan jó eredményről számoltak be. Valószínűleg túl nagy árfolyam reakció ma már nem lesz a Raiffeisennél, hiszen 367 millió eurós eredményt publikáltak. Néhány héttel ezelőtt azt mondták, hogy 365 millió euró lesz ez az eredmény. Tehát az, hogy 2 millió euróval magasabb az adózott eredmény, azért ez nem fog hatalmas árfolyam reakciókat kiváltani. Ami érdekesség az eredményből, az az, hogy a céltartalék képzés az most nem költségként jelentkezett, hanem pozitív tételt okozott, hiszen a nem teljesítő hitelek azok olyan mértékben lecsökkentek, és annyira javult a banknak a hitelportfóliója, hogy a megképzett céltartalékokból már vissza lehetett írni. Ez egyébként egy nagyon jelentős eredményjavító tényező, hiszen ez a tavaly évben, második negyed évben még 297 millió eurós költséget jelentett, most meg 5 millió eurós pozitív tétel, tehát a különbség az 300 millió euró fölött van. Ennek megfelelően ugye triplázni tudott gyakorlatilag a Raiffeisennek az eredménye. Az iparági trendekhez hasonlóan Raiffeisennel is az látható, hogy a kamatbevételek azok továbbra is picit csökkennek, és a nettó díjak és jutalékok azok a tételek, amelyek növelni tudják az eredményt. Hogyha megnézzük az árfolyamát, akkor azt láthatjuk, hogy hát egy ilyen idei csúcsról fordult most le az árfolyam, 25,8 eurón jártunk, onnan lefordult a tegnapi kereskedésben, picit technikailag túlvetnek tűnik az árfolyam, tehát szerintem elképzelhető benne egy korrekció, és ugye említettem, hogy hiába jó az eredmény, igazából ezt már lehetett tudni, emiatt nem lesz extra árfolyam reakció mostanában benne, és hát ugye ez a 25 euró fölötti árfolyam az egyébként 2014 óta egy új csúcsnak számít. Érdemes megnézni egyébként a Raiffeisen grafikonját egy picit távolabbról, mondjuk egy ilyen másfél éves távról. 2016 közepén még 10 euró volt, onnan 2,5-szeresére tudott emelkedni, ahogy a környezet elkezdett javulni, illetve ugye a Raiffeisennél végrehajtották az átalakításokat, ugye összeolvadt a Raiffeisen Bank International a Raiffeisen Centrálbankkal. Mindenképpen egy nagyon említésre méltó emelkedés, ez a több mint 2,5-szerezés, de még egyszer, szerintem rövid távon inkább itt már a korrekció lehet majd az úr az árfolyamban. Oké, András, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot neked! További szép napot kívánok! Szia! Nagy Andrással, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjével beszélgettünk. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.